Sziasztok! Mint ahogy az a címből is kiderült, igen, a munkanélküli lettem, mesterségem címere, marketinges közgazdász. Na már most, hogy ez az egész hogy történt, röviden fogalmazzuk meg úgy, hogy sem a cég, sem én nem igazán ragaszkodtunk egymáshoz körmünk szakadtából, és így a közös megegyezés volt a legjobb döntés és a legjobb opció ezek közül, és mindig ezt így elfogadtuk, hogy akkor köszönjük szépen, köszönjük egymás türelmét, munkáját, erőfeszítését, de nem tovább. Ez volt tegnap előtt csütörtökön, akkor voltam bent utoljára, ami azt jelenti, hogy reggel 8-ra bementem, és reggel 10-kor már jöttem is haza, miután szépen összecsomagoltam, mindent rendbe raktam, így igazából olyanra volt lehetőségem hazafelé jövet, amit az elmúlt 7 hónapban nem, hogy leszálltam a rakparton, és végiggyalogoltam ott. Hihetetlen jó idő volt, sütött a nap, meg alig volt felhő, szóval tényleg ez a gyönyörű idő volt, és effektíven nagyon jó érzés volt, hogy végre szabadság, van időm olyanokat csinálni, amire eddig nem, mert tök jó, eddig minden nap kétszer elrobogtam a rakparton végig, oda meg vissza, de egyetlen egyszer nem volt arra lehetőségem és időm, hogy leszálljak és végre egy kicsit sétáljak, amire most volt. Tehát, ha végig gondolom, így effektíve, két dolog volt aznap, és hát úgy én fogalmam sincsen arról, hogy hogyan tudtam elviselni saját magam aznap. Mert csütörtökön két dolog volt az, ami nálam volt. Az egyik az, hogy hihetetlen boldog voltam, hogy végre másfél-két év munka után, és nem tudom én, kb. 20 év iskola rendszer után, végre szabad vagyok, és azt csinálhatom, amit szeretnék, és megvalósíthatom saját magamat, és szabadság, és Isten császár vagyok. Ez volt az első, ami így felmerült bennem, és hihetetlen boldog voltam. Viszont a második pillanatban hihetetlen pánikroham tört rám, hogy uram, atyám, nincs munkám, nincs fizetésem, nem tudom, miből fogom kifizetni a lakbért, a számlákat, a kaját, a bármit, és Jézus Máriám, éhen halok, és a legszörnyűbb, hogy nem érek semmit, mert végül is mennyit ér egy munkanélküli ember? Hát nem túl sokat. Aztán rájöttem arra, hogy ez az egész úgy baromság, ahogy van, mert nehogy már az alapján érjen egy ember valamit, hogy éppen van-e munkája, vagy sincsen, ugyanis ez mind átmeneti. Tehát átmenetileg nincsen munkája az embernek, átmenetileg keresi saját magát, és a legrosszabb legalábbis számomra az volt, hogy én logikusan végig gondoltam azt, hogy igazából effektíve egy bizonyos időintervallumig nincsen túl sok aggódni valóm, mert azok közé a szerencsés emberek közé tartozom, akik legrosszabb esetben is hajléktalan lehetek hajlékkal a fejem fölött. És igen, ilyen létező fogalom van. A másik az, hogy végig gondoltam, hogy nincs miért úgy effektíve aggódnom, és mindenki azt mondta nekem, hogy ez a nyugodj már le, olyan még sosem volt, hogy sehogy se lett volna. És végig gondolom, hogy effektíve igazuk van, mert végig gondoltam, és igazuk van, és mégis ott vagyok, hogy pánikolok, és vagyok olyan hülye, hogy pánikolok emiatt. Szóval borzalmas volt elviselni saját magamat is csütörtök este. Szóval nem tudom, hogy Tomi hogy viselt el engem, mert hogyha nekem kellett volna őt így elviselnem, hát én biztos, hogy kifutottam volna már a világból, de ember legyen a talpán, mellettem volt. Szóval még egyszer köszönöm. Sőt, olyannyira, hogy csütörtök este elmentünk és vettünk sütit, amit alapjáratban nem szoktunk, több okból sem, de most úgy döntöttem, hogy nekem mindenképpen dobos tortára van szükségem, Tominak meg krémesre. Tehát vettünk. És csütörtök este még ezt a piros szalagot, vagy bármi ez, rákötötte a csuklomra. Állítólag a keleti kultúrákban ez a piros madzag megvéd a gonosztól, és csupa jót vonzott be ezáltal. Úgy gondoltam, hogy egy próbát megér, tehát most akkor viselem, és hordom. A másik az, hogy megnézette velem a Rocksulit, ami nem egy nagy szám, de
Igazából benne volt minden, amire nekem éppen szükségem volt, ami már pedig a nabaz megérzés, ahogy anyukámtól tanultam. És bocsánat, hogyha esetleg szeneszűz lelketek van, és a nabazmeget nem tudjátok értelmezni, és bántja a fületeket, akkor ez esetben még ezzel bocsánat, hogy kimondtam. A filmben ez ott valósult meg, hogy a srác, aki rockbandát hozott létre, a főhős, annak ellenére, hogy rengeteg arc volt körülötte, sosem adta fel, és ahogy ő fogalmazott, beszólunk az arcnak. Tehát nem adta fel, és végül elérte mindazt, amit szeretne. Hogyha nem vagytok rocksulis típusúak, hanem inkább Dr. Szöszi stílusúak vagytok, mint ahogy én is, elvégre az az egyik bibliám ilyen időszakokban, akkor az, amikor a buliból kimegy kosztümben, és közé az, hogy na majd én megmutatom, milyen fából faragtak. Szóval ez kellett nekem, és végül is megkaptam. És igen, megmutatom majd. Még nem tudom mit, és hogyan, de megmutatom. A másik az, hogy holnap este, szóval pénteken, átjön az egyik barátnőm, és megünnepeljük a szabadságomat, és tartunk egy munkanélküli bulit, ami igazából felfoghatnám úgy is a dolgokat, hogy mennyire szörnyű és szerencsétlen vagyok, és a világ összeesküdött ellenem, és milyen szörnyű, én szegény ártatlan. Na, ezzel a típus nem én vagyok. Én inkább úgy fogom fel a dolgokat, hogy aminek meg kellett történnie, azok megtörténtek. Ebből a helyzetből is van mit tanulni, és levonni a következtetéseket, én ezeket majd levonom, és megyünk egyenesen tovább, ugyanis minden okkal történik. Tehát ahelyett, hogy inkább önsanyargatásba mennék bele, ehelyett inkább pozitívan próbálom felfogni a dolgokat, és úgy, hogy majd ennél csak jobb lehet, és igenis lesz jobb. De addig is, amíg el nem jutok erre a pontra, arra lennék kíváncsi, hogy érdekelne-e téged, vagy titeket egy ilyen típusú bejegyzés, hogy mondjuk minden pénteken hogyan élem meg a munkanélküliséget típusú videókat töltenék fel, és ez lenne a téma. Azt légy szíves, lent kommentbe írjátok be, hogy szeretnétek-e ilyen videókat, vagy sem, és addig is jó hétvégét, és bocsánat, hogy ezt a videót nem pénteken, hanem szombaton töltöttem fel, és találkozunk legközelebb, azaz jövő hét hétfőn, ahol viszont meg ismét visszaköltözöm a konyhában. Addig is jó hétvégét, és fel a fejjel! Sziasztok!